Brassod megyei Emődön kért csoportosan magyar állampolgárságot egy színmagyar székely település, Parajd 50 lakója. Január eleje óta mintegy 30 ezer honosítási kérelem érkezett a hivatalokhoz. Az állampolgársági okiratok kiadása március 14-én kezdődik majd. Hivatalos okmányokkal, iratokkal 50-en érkeztek a romániai Parajdról Emődre. Mindannyian magyar állampolgárságot igényeltek. A Parajd református egyház elkönyvében hivatalosan igazolom Dénes apai ágon felmenőjének bejegyzését. A csaknem 7000 lakosú székely település Parajd 99%-a magyarnak vallja magát. Csöppet sem kételkedtünk abban, hogy hova tartozunk. Csupán hiányzott a formaság, amely fontos. A romániai Parajd és Emőd 10 éve testvérvárosok. A hargitaiaknak a borsodi település ajánlotta fel, hogy a helyi önkormányzat irodáiban igényeljék az állampolgárságot. A hivatal munkatársai önként vállalták, hogy szombaton is bejönnek dolgozni. A munka azonban már hetekkel korábban elkezdődött. A jegyzőasszony fölvette velük a kapcsolatot, és valamilyen elküldtük nekik az igénylőlapokat, bármilyen kérdésük volt, igyekeztünk rá válaszolni. Tehát odakint már nekik sok iratot be kellett szerezni ahhoz, hogy most folyamatos legyen ez a munka. Január eleje óta kérhetik magyarországi lakóhely nélkül honosításukat azok, akik igazolni tudják magyar felmenőiket, és azok, akik már voltak magyar állampolgárok. Nagyapám is viteiséget kapott, úgyhogy vannak szép emlékek. Pénteken Egerben csak nem 100 erdélyi folyamodott állampolgárságért. Ők Gyergyó Szent Miklósról és Zetelakáról érkeztek honosítást igényelni. Eddig csak nem 30 ezer honosítási kérelem érkezett a hivatalokhoz. Az állampolgársági okiratok kiadása március 14-én kezdődik. Az első állampolgársági esküket a 48-as szabadságharc ünnepén tehetik le a kérelmezők.